kegyelme az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen minnyájunkkal. Testvéreim, a Szent Család vasárnapján Szent Misénket, erről Kéci István édesapa lelkűvéje ajánlom fel, halálának harmadik évfordulóján. De nem csak ő, hanem mi mindjárt rászólunk Isten irgalmára, ezért tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bűnbánat tegyen kedvessé Istenem. Jó maga. A mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat tékeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szemlőtelen szűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Amen.
állása. Biztos, hogy ilyen éjjel mentetek gazdagon. Tanítsátok és kincsétek egymást telve bölcsességgel. Énekeljetek Istennek hálás szívvel, zsoltárokat, himnuszokat és szent éneket. Bármit mondokat tesztek, minden nap Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát hátalatot Istennek. Asszonyok, engedjenek egyetek péreketnek, ahogy illatunk van. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk jóvá. Gyermekek, fogadjatok szószüleiket mindenben, mert te szeretes az Úrral. Apát, neked segítséget, meg gyermekeitek életét, hogy te mindent veszítsék. Ez az Isten ígéret. Istennek legyen hála. Persze, első megközelítésben
szent szöveget olvasunk. Meg kell próbálni a lejátszódó eseményeket teljesen hétköznapi szinten szemlélni, ugyanúgy a párbeszédeket is, és el kell azt felejteni, hogy itt Jézusról, Máriáról és Józsefről van szó. Ha a hétköznapi szinten szemléljük, elsőre talán azt mondhatnánk, hogy ha nem voltak valami jó szűrük, ez a Mária, ez a József. Mert egy napig fogalmunk sem volt arról, hogy hol van a gyerek. Ez fegyén a feketén le van írva az evangéliumban. De mégsem arról van szó, hogy rossz szűrük lettek volna, hanem a család felfogásnak egy egészen más szemlélet. Amikor minden esztendőben a zsidók a falvakból elindultak az egyetlen templomba húsvét ünnepére Jeruzsálembe, akkor tulajdonképpen a falvakban csak azok maradtak otthon, akik vagy nem voltak még 12 évesek, vagy már annyira öregek voltak, annyira nem bírtak, hogy nem bírtak elvenni húsvét ünnepére a jeruzsálemi templomba. Arról egyébként sem lehetett szó, hogy családok csak úgy magukba elinduljanak, mondjuk Názáretből Jeruzsálembe, mert az úton állók még a karavánokat is előszeretettel fosztogatták, hát magányosan sétáló családok pedig igen-igen könnyű prédát jelentettek volna bármilyen, még akár magányos úton álló számára is. Vagyis amikor elindult a húsvéti zarándoklat, akkor tulajdonképpen majdnem, hogy ment az egész falu, már aki bírt. És az, hogy egy napon keresztül nem keresték Jézust, ez nem azért volt, mert hogy ők rossz szülők lettek volna, hanem azért, mert a legmesszebben ők bíztak és ráhagyatkoztak a napcsalád megtartó erejére. Hiszen ott voltak Jézusnak az unokatestvérei, mivel Mária is és József is Názáretből származott, ott volt az egész rokonság, meg az ismerőség, és Mária ezt nem követelte meg, meg valószínű ugye az evangélium későbbi részéből következően nem is követelhette meg azt, hogy már pedig nem is sehova, már hogy itt maradsz mellettem, fogni fogod a kezemet, tengetem a szokjába, és a többi, és a többi. Hanem el lehetett vegyülni csoportokat, kis társaságokat lehetett alakítani, és nem volt abból probléma, hogy Jézus nem állt ott Mária és József mellett, még akkor sem, ha egyébként Jézusnak az első útja volt húsvétra, meg hogy ünnepre megyünk, meg nem tudom én micsoda, ezből nem volt probléma. És ez azért volt, mert ráhagyatkozhatta a nagy család megtartó erejére bizalommal. Amikor aztán Jézus valóban önállósítja magát, és nem indul a közösséggel vissza Názáretbe, akkor a templomban Jézus megtalálásának helyén lejátszódó párbeszéd hétköznapi szinten vizsgálva még inkább elgondolkodtat. Amikor Máriáék rátalálnak Jézusra, Mária megpróbál megpendíteni bizonyos érzelmes dolgokat, hogy gyermekem, értetted ezt velünk. Lásd, atyád és én látom, keresünk téged. És nézzük meg, hogy Jézus hogyan válaszol. Jézus úgy válaszol, kőkeményen, mint egy 12 éves kapasz. Nem hatódik meg egy pillanatra sem attól, ahogyan Mária szól hozzá. Hanem eléggé pimaszul, azt mondja, hogy miért keresünk? Hát nem tudták, hogy nekem atyám dolgaiban kellene. Ahogy ezt hétköznapi szinten lát, játszódik le, lehet, hogy a 12 éves gyereknek a faladja a másik. Viszont az is napvilágra kerül, amiről talán az elmúlt 12 esztendőben Mária és József egy picit elfeledkezett, hogy Jézus nem azért született meg, hogy Máriának és Józsefnek Názáretben az egyetlen kicsi boldogsága legyen. Lehet, hogy a 12 év, amíg Jézus felnőtt, nagyon-nagyon sok mindent elfeledtetett az angyali üdvözletről, vagy a karácsony éjszakájáról. Mert mégiscsak kőkeményen hétköznapi életet kellett élni.
De rádöbbenhettek arra, hogy Jézus nagyon is tisztában van azzal, hogy ő kicsoda. És ha esetleg Mária és József egy pillanatra kiesik a szerepéből, akkor ő nem lesz res visszabillenteni őket a szeretetbe. Arról nem is beszélve, hogy Jézusnak a későbbi tanításaiban, és itt rögtön megállhatunk az Isten elnevezésénél, az, hogy ő atyának hívta az Istent, és azt mondta, hogy amikor ti imádkoztok, úgy imádkoztatok, hogy mi atyánk, előszeretettel vitte át a családi kifejezéseket a lelki életnek a szintjére. Hiszen ő úgy beszélt az Istenről, mint egy édesapám. Ugye sokszor elmondjuk, hogy csak a magyar nyelvhez különbsége atya meg édesapa között, a többi nyelven az Isten édesapának szólítják az emberek. Csak nálunk van megkülönböztetés. De gondolhatunk arra a jelenetre, amikor Jézus tanított, és valaki odaszólt neki, hogy anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak vele. Jézus pedig azt válaszolta, hogy ki az én anyám, és kik az én rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Azután, amikor az apostolok megkérdezik Jézustól, hogy nézd, mi mindenünket elhagyunk, mi lesz a jutalmunk? Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, testvéreit, nővéreit, vagy földjét, az 100 annyit kap. Testvér, nővér, fivér, atyát, anyát, meg ráadásul az örök élet. A család nem csak és kizárólag vérségi kapcsolatot jelent. Ennek talán az a legdurvább példája, amikor azzal kell szembesülni, hogy mondjuk egy nevelőanya, vagy egy nevelőapa lehet sokkal több egy embernek az életében, mint az édes, aki mondjuk elvonta őt. De tudunk arra is nagyon sok példát, akár a magunk életéből is, hogy egy életre szóló barátság lehet több egy testvérnél, vagy lehet több egy hitvestársnál. Amikor Jézus a családról alkotott fogalmainkat egészen széles körűen értelmezi, akkor ő igen-igen erőteljesen rámutat arra, hogy nem csak is kizárólag a vér veszi a család. Ugye az elmúlt 10 évben a Budyákiakból megtanultam egy mondást. Az a rokon, aki tartja. Mert aki nem tartja a rokonságot, az hiába rokon vér szerint, az nem több egy vagy idegennél. Az a rokon, aki tartja. És ez valóban így igaz, még az Isten fogalmai szerint is. És amikor azt mondjuk, hogy a családot nem lehet szűken értelmezni, nem lehet apára, anyára és gyerekre leegyszerűsíteni a dolgot, akkor ezzel azt is hirdetjük, hogy a szeretet az nem csak vérségi kötelékben szeret. Úgy szeretne, ahogy egy apa, úgy szeretne, hogy egy anya, úgy szeretne, hogy egy testvér szeret, úgy lehet vérségi kapcsolat nélkül is, teljes mértékben, és minden további nélkül. Nem lehet úgy gondolkodni a családról, mint az olasz mafiózó filmekben a keresztapár, a Don Corleone, család, nem felelj meg, család, minden. Ilyet nem tanított az Isten a család. Viszont ahogyan a 20. század második felében, meg a 21. század első felében a család válságban jutott, azért az mutatja, hogy milyen fajta szélsőségeket szűrt ez a dolog. Viszont az, ahogyan az Isten álmodta meg a családfelfogást, és azt, hogy mi az igazi család, ez nem csak és kizárólag vérségi alapon működik. Szent József sem vér szerint apja volt Jézusnak. De mégis maga mellé vette Máriát, maga mellé vette a gyermeket, élt és dolgozott
értük, amíg csak tehetek. Pedig hát tulajdonképpen még rokonos sem volt már legalábbis vérszerint Jézusnak. Amikor helyesen akarunk gondolkodni a családról, akkor újra és újra vissza kell térni az evangéliumhoz. Hogy gondolkodott erről a szűken értelmezett szent család? Hogyan gondolkodott erről Mária, József és Jézus? Mert csak így leszünk mentesek a szélsőségektől. Mert ez a családfelfogás nem megkötöz, hanem felszabadít mindenki. Amen. Hiszed az egy Istenben.
meg családjainkat kegyelmedben és békében, Krisztus a mi úrunk által. Az Úr legyen veletek. Mi is szolgálják. Emeljük föl szívünket.
Imádkozzunk Szentünkön. A Szentlélek